adjon az Isten fényeket temetők helyett, életet. Ott kívánok mindenkinek, minden tisztelt ebédelőnek, vacsorázónak, reggelizőnek. Engem Mácsai Pálnak hívnak, és... Az MTVRT szórakoztató főosztálya kabaré konferálására keres olyan magyar színészt, aki 1961. március 31-én született Budapesten, szőke, 175 cm magas, kékszemű és keresztneve Pál. Hiszik, nem hiszik, megnyertem. Én meg egy fegyelmezett alkat vagyok, kontrollált, pontos. Hát elnézést a késésére, ez merő félreértés volt. Szűk 50-es úgynevezett értelmiségi fazonok, akikről el lehet hinni, hogy ők pszichológusok. És ilyen van az országban 4-5. Szóval én egy bácsi vagyok, én egy old school bácsi vagyok, akinek a, egy boomer. Ez én vagyok. Kürtőkből így, kijön, és azt sem tudom, hogy ki volt az. Halló, jó reggelt. Kling. Kling. Megtennéd, hogy jó, csak itt egy picit, jó, és akkor ezt jó... Ha van pofát hozzája, és menj vígan tovább. Büdös paraszt. Nagyon felhúztam magam, és ha felhúztam, azért az finom kifejezés. Az lehet, ennyire alacsonyról, ilyen magasra nem lehet felköpni. Én vagyok az örkény expert, és nagyon szívesen hagynám a csukdába az egészet, majdnem a fenébe szót használtam, ha Sőt, még lennének szinonimák, amelyek jobban kifejeznék az indulati érintettségemet ebben. Remélem, hogy lesz a hang. Az ember bemegy a fényképészhez, és csinálnak róla igazolványfotót, akkor rendkívül nagy balfasz általában, ilyen rémült pofát vág. Itt kérdezik, most a jövőben. Oké, jó. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm szépen a nézést. És szól az MTV. Ahó! Az... hogy is fejezzem ki magam? Kontinuitása. Én nem vagyok tanár, tehát mondhatok ilyet, hogy mondjak valami orbitálisan nagyképűt. Menjük beszélni. Egy előadást tartani. Meg kell nézni, hogy miért nem ragudjatok. Én 4-re jöttem. Ajándékok. Elhagytát, és éppen elhagytak, és depressziós. Igen! Felé. Nem vagyok jó énekes. Engem gyerekkoromban egy helyen, ahol nyaraltam, Mirelitnek hívtak. Gondoltad-e, hogy ez végig kíséri az életedet? Nem. Pali nagyon csúnyán néz, akkor lehet, hogy itt lesznek. Érteklőd. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet. Nekem 16 óra volt megadva, mint időpont, nektek 15, így nagyon nehéz rendezvúzni. Én több vagyok nálad, szűk 20 évvel, és meg... És... Benne. Mit vállalnál be Mácsai Pállal? Ó. Nem. Egy rocker. Én nem vagyok profi zenész, csak egy eltökélt amatőr. De hogy... Láttam én olyan színészt, aki részegen is tudott játszani, nagyon keveset egyébként. Dekkoltam egy taxiban,
a sarkon, és akkor jött a telefon, hogy jöjjek, majd jöttem, mint a Mikuláshoz szokott ilyen taxiból ülni, hogy a gyerekeket eldugják, és külön. Most készült velem egy ilyen videózós cucc, és akkor írták, hogy hogy lett ilyen hajléktalan ez a mácsa. Szó mi szó, pont úgy nézek ki. De vajon abban ki gondolkodik, hogy Mátrai Pál színésznek mit kéne játszani? Nekem jogaim van. A kormány azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy te vagy a legnagyobb adófizető, add ide a pénzedet, nem udom, mert az enyém. Akkor fulladj meg te! Ugye most nagyon jól tetszettek nevetni három percen keresztül, ezt jelenti, hogy bohóc vagyok, azért mondtam mindezt el. Én pedig egy precíz pipi vagyok. Aztán később megbánta. Hát ez egy űrhajó, nem? Minden gond nélkül. Mikor is? Na. Akarom, hogy lássad, mi marad utánad, mire vársz még. Szóval lenyűgöző, lenyűgöző.